21 pont lett a vége az előnynek, soha senki nem nyerte meg ekkora különbséggel a bajnokságot. Mit gondolsz, az miért pont ennek a csapatnak sikerült? Ősszel megalapoztuk ennek a bajnoki címnek a sorsát, mondhatjuk. A 2015-ös évünk az kiemelkedő, kimagasló volt, és Toyoton 19 ponttal vezettük ősszel a bajnokságot. Erre rátettünk 2 pontot, mondhatjuk azt, hogy egy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk. Az őszi az kiemelkedő volt, nagyon örülök neki, hogy ilyen hamar eldöntöttük. Van esetleg olyan vágy bennetek, hogy a nagy névről melyikőtök jusson a szurkolók eszébe, majd a kezdőcsapatot böngészik? Hát szerintem ez már most a kérdés. Egyből az én rám... Én próbáltam a kedvesebb választani, de hát akkor... Csak vicceltem amúgy.